Nyíregyházán csaknem 16 ezer lakás és 1000 közületi felhasználó kapcsolódik a távhőrendszerre. Az elmúlt napok rendkívüli hideg időjárása miatt nőtt a hőfelhasználás, a Nyír távhő adatai szerint Nyíregyházán egy átlagos januárban jellemzően 5000 gigazsúl körül alakul a hőfelhasználás. Az elmúlt egy-másfél hétben ennek az értéknek a másfélszeresét, 7500-8000 gigazsúlt használtak a fogyasztók. Nyíregyházán a külső hőmérséklet az elmúlt napokban mínusz 10 fok alá esett, ez a napi átlag hőmérséklet, és hát gyakorlatilag azért a rendszer mondjuk, hogy maximális üzemállapoton járattuk. Ez azt jelenti, hogy ilyen 130 fokos előremenő vízhőmérséklet mellett láttuk el a várost. Probléma nem volt a szolgáltatásban, egyedi problémák voltak csak a lakóépületben, radiátorok légtelenítését kellett megoldanunk, radiátorszelepeket kellett javítanunk, körzetekben nem volt probléma. Hál' Istennek. Nyilván a következő napokban is tart még ez a hideg, úgyhogy megerősített létszámmal ellenőrizzük a vezetéket, hogy ne történjen, ne forduljon elő meghibásodás. Az igazgató elmondta, a hideg miatt a nyírtávhőhöz érkezett hibabejelentések száma megtöbbszöröződött egy átlagos naphoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos napon 10-15 meghibásodás van, most ennek a száma 30-nál több, ezért kollégáinkat ide irányítottuk erre a munkavégzésre, tehát most 6-8 páros járja a várost, és javítja el ezeket a fogyasztók által bejelentett hibákat. A lakossági gázfogyasztás is megnőtt az elmúlt napokban, ám a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal tájékoztatása szerint a hálózatot ez nem terhelte meg, és a gázkészletek is elegendőek. A földgázszállítónak az adatai szerint a csúcsfogyasztást, hogyha megnézzük, akkor a január 7-i napon 69 millió köbmétert fogyasztott el a lakosság. Csak tájékoztatóként egy régebbi téli adat, 2006. januárban ez 90 millió köbméter volt akkor a napi csúcsfogyasztás. Ezek az adatok a teljes hálózatot nem terhelik túl. A rendszer ennél sokkal több kapacitással rendelkezik, tehát e tekintetben sem kell aggódnunk, mint ahogy a földgáz ellátás tekintetében sem. A Magyar Villamosenergiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT tájékoztatása szerint az elmúlt hétvégén nem volt rekord közeli a villamosenergiaipari rendszer terhelése, a hideg ellenére nem volt üzemzavar a nagy feszültségű átviteli hálózaton, meghibásodások csak a kis feszültségű hálózatokon fordultak elő.